kerékpáros hullócsillagtúrát szerveznek szombaton estére a családoknak, érdeklődőknek. A csillagles végállomása a Kopáncsi Tanya Múzeum lesz, ahol a természeti élményeken kívül ismeretterjesztő előadások, játékos rendezvények várják a résztvevőket. Vásárhely az elmúlt időszakban sokat tett a kerékpáros turizmus erősítéséért, így jelentős mértékben bővültek és újultak meg a város és környékének bicikli útjai. A jól kiépített infrastruktúra lehetőséget kínál egy sajátságos szombat éjszakai túra megszervezésére, amelynek aktualitását az év ezen időszakában tapasztalható égi jelenségek adják. A csillaghullások jellemzik az estéket, jön a Perszeidák meteorraj, ami a föld légkörébe beérve ugye ott elizzik, és ez egy egészen látványos esti jelenség. Na most ezt lovagolnánk meg úgy, hogy a túra indul 8 órakor innen az Ótemplom előtti területről, és kimennénk, kibicikliznénk a Kopáncsi Tanya Múzeumba, ahol már a Sonkai Ágiék szerveztek nekünk látnivalót, illetve rendezvényt. Gyertyamártás, gyertyaöntés várja elsősorban a gyerekeket, de a helyszínen találkozhatnak a kilátogatók két juhásszal is, akik legeltetés és a hosszú éjszakák során rendszeresen megfigyelik a csillagos égboltot. Ők tartanak előadást tapasztalataikról, sőt egy képzett csillagász is megosztja ismereteit a közönséggel. Az esti túra azonban itt még nem ér véget. Mivel ezek a természeti jelenségek nem igazán figyelhetők meg városi környezetbe, nagy a fényszennyezés, ugye az autóút közelségében, a járművek zajában nem lehet megfigyelni az állatvilágnak a hangját, illetve magát a természetnek azt a csendjét és szépségét. Ezért kimegyünk a Tiszagátra, ahol majd szintén lesz még egy előadás a Körtvélyesi volt csendőrlaktanyának az épülete mentén, ami szintén kötődik és kapcsolódik a csillagászathoz, illetve a csillagos égbolthoz. Itt a tájékozódásról és a navigációról hangoznak el érdekes információk és vetítenek látványos felvételeket. A túraútvonal a szűk 30 kilométeres, amelyet kényelmes tempóban 3,5 óra alatt teljesíthetnek majd az előadások meghallgatásával együtt a kerékpározók. A kirándulásra a Turinform irodában jelentkezhetnek az érdeklődők. A szervezők azt kérik, mindenki az éjszakai látási viszonyokra felkészített kerékpárral érkezzen.